sokan látogatták a nyáron a Sárospataki mozit. A statisztikai adatok alapján májustól júliusig több mint 1500 érdeklődő ült le egy film erejéig a moziban. Ez a létszám az ország többi intézményének a statisztikájához képest jó eredmény. A nyára jöttek ki olyan filmek, amelyek sok nézőt vonzanak be ide a Pataki moziba is, és most is vannak azért olyan blockbusterek, most jelent meg a Varázsló Tanonc 6. kalandja, ugye, amely nem sokára augusztus 6-ától lesz majd itt nálunk a Sárospataki moziban. És Dinós filmünk is volt, illetve van még, amely szintén nagyon jó látogatottságokat produkál, és emellett most Art műsorsávon is köszönhetően talán a városban lévő turistáknak, és hát a filmek minőségének is most komolyabb nézőszám jelentkezett, aminek nagyon örülünk, annál is inkább, mert országszerte komoly visszaesés van ugye a mozis nézőszámokban, a mozis bevételekben. A Sárospataki mozi vezetője a napokban válságmegoldó konferencián járt, ahol a mozisok országos szövetsége, az Art Mozi Szövetség tagjai, a Magyar Mozgókép Közalapítvány kuratóriumának képviselői és a minisztérium tisztségviselői voltak jelen. Itt több kérdés és probléma is felvetődött. Mi mozisok kérjük a kormányzatot és kértük a megfelelő szerveket arra, hogy a illegális filmletöltésekkel és a filmek illegális terjesztésével kapcsolatban sokkal nagyobb jogi szigorral lépjen föl, mert hiszen minden gondunknak ez a gyökere. De ha belegondolunk, ez mindenki számára egy komoly probléma lenne, ha az ő szellemi termékét ingyen terjeszteni bárki, amiből megélni próbál. Ez volt az első. Másrésztről viszont a törvényben rejlő kiskapukat és visszásságokat kellene felszámolni, ami már a filmterjesztés és a filmforgalmazás problémáit jelenti, mert hiszen a mozik, akik gyakorlatilag egyfajta végfelhasználói ennek a rendszernek a gyártás és forgalmazás után, mi mozik látjuk ennek a legnagyobb kárát, hiszen nehéz műsort összeállítanunk akkor, amikor nincsen megfelelő filmkínálat Magyarországon. A nyáron Sárospatakon az új technikának köszönhetően sikersorozatok is bőven voltak a palettán. Vannak olyan filmek, amelyek segítik azt, hogy gazdag és igényes műsort tudjunk összeállítani. Hát ennek reményében raktuk mi is össze az augusztusi műsort, ahol is a Jégkorszak 3. része, illetve a Harry Potter 6. része is látható lesz. Várom mindenkit a moziban.